Kedves tanulók, üdvözöllek benneteket újra a képernyők előtt. Péter Krisztina vagyok, az Adai Műszaki Iskola Magyar Nyelv és Irodalom szakos tanára. Ma is a negyedik osztályos középiskolások számára tartok előadást, mégpedig a Nyelvművelés megváltozott szerepe címmel. Ahhoz, hogy beszélgethessünk erről a témáról, először elevenítsük egy kicsit fel, hogy tulajdonképpen mi is az a nyelv, hogyan is működik, és mi az a nyelvművelés. Ha nyelvről beszélünk, akkor mindig elmondjuk azt, hogy a nyelv egy változó rendszer, amely mindig ugye folyamatosan változik, soha nincs egy kész, megállapodott állapotában. Az emberi nyelvek lényegi tulajdonsága az állandó változás, mondja Ékis Katalin nyelvész is. És ugye természetesen a változást azt mindig az adott kornak a tényezői befolyásolják, mindig az szerint változik a nyelvünk, hogy épp milyen tartalmak kifejezésére van szükségünk, hogy a kommunikációnk milyen irányba tart, ennek milyen alaktani és szótani feltételei vannak. A nyelvművelést meghatározni, a jelenség definícióját megadni egy kicsit összetettebb probléma, ugyanis egy sokarcú dologról van szó, rokon fogalmai közé sorolhatjuk a nyelvvédelmet, a nyelvápolást, a nyelvújítást, de ide tartozhat a nyelvstratégia, a nyelvi tervezés vagy a nyelvpolitika fogalma is. Tovább nehezíti a dolgot, hogy országonként, nyelvenként mást jelent a nyelvművelés, ugyanis ugye a nyelvünk az egy kultúrába, nemzeti történelembe és identitásba ágyazott dolog, tehát a nyelvhez való viszonyunkat ezek a tényezők mind-mind befolyásolják, ezért a nyelvművelés az mást jelent más társadalmakban. Ugye a magyar nemzeti kultúra, az identitás, azaz nyelvvel szoros összefüggésben van, elválaszthatatlan ettől. Próbáljunk meg a definíciókban is kutakodni egy kissé. Nyelvművelésnek nevezzük az alkalmazott nyelvtudománynak azt az ágát, amely a nyelvhelyesség elvei alapján a nyelvi műveltség terjesztésével igyekszik segíteni a nyelv egészséges fejlődését is. Ezt a definíciót találhatjuk az értelmező szótárban a nyelvművelésről. Ha egy kicsit boncolgatjuk a definíciót, akkor először is meg kell vizsgálnunk, hogy mi is az az alkalmazott nyelvtudomány. Hát természetesen ugye a nyelvészetnek az az ága, amely tulajdonképpen, ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, akkor a gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, tehát nem annyira leíró, inkább tanácsadó jellegű talán. Illetve, hogy igyekszik ugye a nyelvművelés segíteni az egészséges fejlődést a nyelv esetében, ez pedig egy kicsit problematikus szintén, mert ugye mi az, ami egy egészséges folyamat lehet a nyelv fejlődésében, mit tartunk károsnak, mit tartunk jónak a változások közül, erről a nyelvészek is sokat vitatkoznak. Kik foglalkoznak a nyelvműveléssel? Természetesen nyelvészek, írók és költők főként azok, akik ezt a nyelvművelő munkát végzik, de akár ide sorolhatjuk a tanárokat, újságírókat, valamint ugye a médiában szereplő embereket is, mert a munkájuk során ugye egy tulajdonképpen normatizált nyelvváltozatot kellene, hogy tükrözzenek. A nyelvművelésnek a magyar nyelv esetében nagy hagyománya van, mert a nyelvbe való tudatos, jobbító szándékú beavatkozás, az tulajdonképpen egyidős a latinbetűs írásbeliségünkkel. A kódexírók, a humanista szerzők törekvései mind-mind arra irányultak, hogy ugye kibővítsék a magyar nyelvet, a fordításaik során ugyanis erre volt a leginkább szükségük. A tudatos nyelvművelésről nagyjából a 16.-17. századtól kezdve beszélhetünk, amikor megszületnek az első nyelvvel foglalkozó munkák a magyar nyelv esetében. Ide sorolhatjuk Szilveszter János
első magyar nyelvtanát, Dévai Bíró Mátyás magyar helyesírását, a Szent Simonár Albert által összeállított új magyar nyelvtant, de Apáczai Csere János enciklopédiája is ide tartozhat, ugye a szakszók megújítása és magyarítása miatt. A magyar nyelvművelés történetének az egyik legjelentősebb időszaka az a Kazinczy Ferenc nevével fémjelzett időszak, amely ugye a nyelvújítás mozgalma volt. Ebben az időszakban a magyar nyelvet igyekeznek alkalmassá tenni a tudományok művelésére, megalkotni azt a szókincset, ami ugye a fogalmi dolgok leírásához és az elvont folyamatok megnevezéséhez szükséges volt. A nyelvújítás idejét ugye 1811-től számítjuk, amikor is Kazinczy Ferenc kiadja a Tövisek és virágok című epigramma gyűjteményét, és ezekben a csipkedő hangvételű versekben tulajdonképpen töviseknek nevezi mindazokat, akik a magyar nyelvet nem igazán szeretnék, vagy nem olyan formában szeretnék megújítani, mint ők, akik úgy használják a nyelvet, ahogy szerinte nem kellene, és természetesen a virágoknak a nyelvújítók feleltethetők meg ezekben a versekben. A nyelvújítás nagyjából ugye 1872-ig a Magyar Nyelvőr című folyóirat megjelenéséig tart, és ez idő alatt közel 10 000 új magyar szó keletkezik. Szintén ebbe a korszakba tartozik ugye a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása is, amely a magyar nyelv ügyét külön hangsúlyos helyen kezeli. Ugye az alapszabályzatok kimondja, hogy mindennek előtt kötelessége a társaságnak a honi nyelvet mivelni és gyarapítani. És ugye tulajdonképpen majd ez vezet az első helyesírási szabályzat megalakításához is. A Bach korszakban szintén egy fontos mozzanatot látunk, mert igazán ekkor kezdik el a magyar nyelvet védeni az idegen nyelvi hatások ellen, méghozzá ugye elsősorban a német és latin nyelvi kifejezéseket próbálják meg helyettesíteni, és ezeket próbálják magyar szó kincsel tulajdonképpen lecserélni. Ha a nyelvművelés feladatát szeretnénk megvizsgálni, akkor azt látjuk, hogy ez a feladat két irányú. Egyrészt a nyelvre, mint rendszerre, másrészt pedig ugye a nyelv használóra, az emberre irányul ez a feladat. A nyelvre irányuló feladatok közé három területet tudunk sorolni. Ez az élő nyelvszokás megállapítása, tehát tulajdonképpen az élő nyelv vizsgálata, az új nyelvi jelenségek értékelése és a nyelv bővítése új formákkal. Ezekhez ugye igazából nem is szükséges magyarázat. A nyelvművelés emberre irányuló feladatai közé tartozik az anyanyelv ismeretének a minél magasabb fokú elsajátítatása, a nyelvi változások értékelése és a pozitív nyelvművelés. Tehát a nyelvművelők azt szeretnék, hogyha a nyelv használója, a beszélő, író ember minél magasabb szinten elsajátítaná a saját anyanyelvét, megismerni a nyelv rétegződését, és akár a korábbi nyelvállapotokról is több tudást szerezne, hogy ezzel is jobban átlássa az általa használt rendszer működését, és ennek folyamányaként egyre jobban használja a nyelvét. A pozitív nyelvművelés alatt azt kell értenünk, hogy jó példával szeretnének ugye a nyelvhasználó előtt járni, hogy ennek hatására módosítsa a nyelvi viselkedését. A nyelvművelés kezdetben normatív funkciót töltött be, tehát tulajdonképpen próbálták megmondani, hogy a nyelvet hogyan kell és hogyan nem szabad használni. Manapság már kérdéses ez a hozzáállás, tehát
hogy a normák előírására vagy ismeretterjesztésére van szükség, és az utóbbi felé látszik eldőlni ez a kérdés. Mi ennek az oka? Ugye sokféle nyelvváltozat létezik, és ezek között jó volna tudni eligazodni. Jó volna tudni azt, hogy milyen esetben melyik nyelvváltozat használata kívánatos, ezt pedig ugye úgy tudjuk elérni, hogyha oktatunk nyelvhelyességet. Úgyhogy a nyelvművelés az ma már elsősorban inkább ismeretterjesztő munkát jelent, tanácsadó szellemű, és tulajdonképpen a nyelvi tervezésbe sorolhatjuk, tehát nem feltétlenül egy önálló kategória. Az új útja tehát a nyelvművelésnek a nyelvi tanácsadás és az ismeretterjesztés, tehát tulajdonképpen a normák elterjesztése minél szélesebb körben. Ez történhet az oktatás során, amikor ugye megtanítjuk, hogy mit kell, hogyan kell, mit szabad és mit nem szabad, de emellett a médiának is hatalmas a szerepe, ismeretterjesztő kiadványok is foglalkoznak ezzel a tevékenységgel, és természetesen napjainkban már az internet segítségét sem hanyagolhatjuk el. Ugye a kiadványok esetében a kézikönyvek talán a legjelentősebbek az átlagember számára, például a magyar értelmező kéziszótárt forgatjuk, hogyha valamilyen szó jelentésével szeretnénk egy kicsit pontosabban megismerkedni, de az új magyar tájszótárt is haszonnal forgathatjuk, az idegen szavak és kifejezések szótárát is gyakran kézbe vesszük, és természetesen a szólások és közmondások tára a helyesírási szótár vagy a magyar helyesírás szabályai azok a kiadványok, amelyek a napjainkban is természetesen nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy jól és helyesen tudjuk a szövegeinket megalkotni. Ezen kívül többféle nyelvi tanácsadó portált érhetünk el az interneten. Szeretném felhívni a figyelmeteket a Magyar Nyelv nevű honlapra, ahol ugye tanácsadás is folyik, illetve folyóiratot is találhattok. A Magyar Nyelvőr című folyóirat is megtalálható az interneten, illetve az Édes Anyanyelvünk című nyelvművelő kiadványt is szeretném a figyelmetekbe ajánlani. Emellett természetesen a mai napig léteznek rádió és televízió műsorok, amelyek a nyelvművelés témájával foglalkoznak. Az Édes Anyanyelvünk című a rádió és televízió műsor is ide tartozik, valamint a Szóról szóval című rádió műsort szeretném ismételten csak a figyelmetekbe ajánlani. Nyelvi tanácsadáshoz hozzá tudunk férni az interneten is. Ugye a helyesírás.mta.hu, a helyesírás.hu és az elnyelv.hu honlapok azok, amelyeket gyakran meglátogatunk. Ugyanis a helyesírással kapcsolatos tanácsok mellett ugye nyelvhelyességi stílus kérdéseket érintő kérdésekben is válaszokat kaphatunk, ha kérdésünk merülne fel. Nyelvműveléssel a mi térségünkben is foglalkoznak. Természetesen, ugye, amit már említettem az előző szlájdok esetében, az Édes Anyanyelvünk című kiadványt ugye az Anyanyelvápolók Egyesülete adja ki, ők magyarországi székhelyen rendelkeznek, de Vajdaságban például a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesületet említhetnénk meg, amely 1993 óta működik adán. Ők ugye minden évben megemlékeznek az Egyesület névadójáról, Szarvas Gáborról, aki adaszülötte, és ugye a Magyar Nyelvőr című folyóirat kapcsán már hallottatok róla. A tudományos tanácskozások mellett, amelyek a nyelvművelés témáját érintik, versenyeket is hirdetnek a diákok számára minden évben.
illetve még egy fontos vajdasági nyelvművelő egyesületünk van, ez pedig a Kossa János Magyar Nyelvművelő Egyesület és Olvasóklub, amely Újvidéken tevékenykedik. A nyelvújítás nem feltétlenül csak szervezett keretek között nyelvészek által megy végbe. A prezentációban az egyik híres nyelvművelő nyelvész Grécsi László egyik tanulmányából láthattok egy részletet, amelynek a címe Csendes nyelvújítás, és amely arra vonatkozik, hogy az átlagember a saját tudtán kívül gyakran végez ilyen nyelvművelő, nyelvújító munkát. A fű alatti, ugye csendes nyelvújítás eredménye például a celeb szavunk, amely angol nyelvi hatásra, ugye a celebrity szóból terjedt el a nyelvünkben, viszont magyarosodott, ugye lerövidült és celeb változatban él a mindennapi szóhasználatunkban. Azután például említi még Grécsi tanár úr az elérhetőség szavunkat, amely a 2003-ban megjelent értelmező kézi szótárban egyáltalán nem szerepel, tehát egy nagyon friss, a nyelv szempontjából nagyon fiatal szóról beszélhetünk, mert ugye, hogyha valakivel összetalálkozunk és szeretnénk megtudni, hogy hol tudunk vele kapcsolatba lépni esetleg majd, amikor nem lesz alkalmunk a személyes beszélgetésre, akkor manapság már az elérhetőségét kérjük. Tehát ez egy egészen új szó. Azután ugye az ex szó, az már korábban is létezett a nyelvünkben, viszont előtagként, ex-miniszter, ex-férj például, és most már ez önállósodott, és ugye személyre is vonatkoztathatjuk, mert ha azt mondom, hogy az ex-emmel találkoztam, akkor mindenki tudni fogja, hogy ugye kiről beszélek majd. Valószínűleg ti is tudtok ilyen példákat találni, ezeknek a gyűjtésére szeretnélek majd benneteket ösztönözni. A nyelvművelés körébe tartoznak a nyelvi babonák is. Ezek olyan tulajdonképpen tévhitek, amelyek széles körben elterjedtek. Ezek a babonák általában laikusoktól erednek, de megesik olyan is, hogy akár nyelvészek, vagy tanárok, újságírók terjesztik őket. A nyelvi babonákkal az a probléma, hogy rontják a nyelvi közérzetet, mert ugye az alapvető tételük az, hogy aki tud magyarul, az így nem beszél, az másként mondja ezt az adott dolgot. Viszont ennek alapján akkor a többség nem jól beszél magyarul, mert a nyelvi babonák által helytelenített jelenségeket nagyon-nagyon széles körben használjuk. És majd, ahogy megláthatjátok a következő példákból, ezek a babonák ugye bizonyítottan nem is úgy hatnak a nyelvre, ahogyan azt korábban gondolták. A babonák eredete az a felszínes nyelvészeti tevékenységből ered, és amint már mondtam, gyakran akár iskolázott emberek is terjeszthetik őket. Az egyik ilyen nagyon közkeletű babona, amit Szepesi Gyula is az 1986-ban azonos címen megjelent könyvében említ, az a germanizmus vagy idegenség névvel, megnevezéssel ellátott babona, mely szerint a létige és a határozó igenév összekapcsolása a magyar nyelvre nem jellemző. Tehát a lenni és a vave igeneves szerkezet az a magyar nyelvben kerülendő. Erre hoz Szepesi irodalmi példákat is, valamint a népnyelvből, népművészeti alkotásokból vett példákat is. Ugye a babona terjesztői általában azzal a példával szoktak jönni, hogy ugye nem mondunk olyat, hogy a macska fel van mászva a fára, viszont olyat számtalanszor mondunk, hogy addigra el lesz intézve, vagy ugye a népszerű népdalunkban a horgosi csárda ki van festve, tehát ezek mind-mind cáfolják ennek a babonának az állítását.
Azután teljesség igénye nélkül még néhány gyöngyszem ezek a babonák közül, ugye, hogy az ő személyre, az az dologra vonatkozhat csak, és ezt nem cserélhetjük fel. Az, hogy a magyar nyelv ugye az egyes számot kedveli az ilyen esetekben, hogy fáj a lábam, és nem a többes számot, hogy fájnak a lábaim, de ha megnézzük például Ady Endre költészetét, akkor láthatjuk, hogy például az Imádság háború után című versben azt írja, lecsukódtak bús nagy szemeim számára a világnak. Tehát ugye többes számot használ hangsúlyos helyzetben. Azután például, hogy az ami kiszorítja az amelyt a nyelvünkből, a való szócska a magyar nyelvben nem való. És ami talán még nagyon érdekes, az egy olyan közkeletű vélekedés, amit lehet, hogy már ti is hallottatok iskolai tanulmányaitok során, tanáraiktól is akár, hogy kötőszóval nem kezdünk mondatot. Természetesen ez sem állja meg a helyét, például Petőfitől egy idézet, hanem most már elég hajjajekend anyjuk ugye a János Vitézből. Vagy például, hogy állítmánnyal nem kezdünk mondatot. Hát szintén Petőfi megy a juhász szamáron. Tehát ezek a babonák tévesen terjedtek el ugye a nyelvünkben, és nagyon sokszor inkább káros hatással bírnak. Szintén ide tartozik még az is, hogy egyesek próbálják túl logikázni a nyelvet, logikát keresnek ott is, ahol egyébként nem kellene, mert a nyelvünknek az egyik legalapvetőbb tulajdonsága az ugye a metaforizálás, tehát ettől lesz több és szebb a nyelvünk. Például ugye abba szoktak belekötni, hogy a sétáló utca esetében ez milyen szószerkezet, mert hogy az utca nem sétálhat, ugye a halászlét nem halászból főzzük, a villanyszerelő nem a villanyszereli, tehát ez egy káros logikázás, mivel a nyelv az azért nem ilyen szigorú szabályok szerint működik. És szeretnék még szót ejteni a nyelvi tabukról, amelyeket szintén nagyon nagy mennyiségben használunk a nyelvünkben. Ugye a nyelvi tabuk alatt olyan enyhítő kifejezéseket értünk, amelyeket a nyelvhasználók dolgoztak ki azért, hogy helyettesítsenek olyan szavakat, amelyeket illetlennek tartanak. Ezt eufemizmusnak nevezzük másként, és jellemzőjük az, hogy nem kimondják a dolgokat, hanem körülírják az adott dolgot valamilyen jellegzetességei alapján. A tabuk közé sorolhatjuk például a testi szükségletek, vagy azok végzésére vonatkozó kifejezéseket, ugye a dolgát végzi, vagy az illemhely, de ide tartozhatnak a szexualitásra vonatkozó szavaink, a betegségeket jelölő halállal kapcsolatos kifejezéseink, illetve ugye a hétköznapi beszédben gyakran az erkölcsi vétségeket, hibákat is próbáljuk szépíteni, és ugye azt mondjuk valakire, hogy füllent vagy alkohol problémákkal küzd, ahelyett, hogy ugye a kicsit sértőbb vagy durvább változatát alkalmaznánk és nevén neveznénk a dolgokat. A napjainkban a társadalmi változások is ilyen tabukat szülnek, ugye ezeket nevezzük a korunk tabuinak, például ide tartoznak a politikailag korrekt nyelvhasználatnak a szavai. Ha figyelemmel kísérjétek a mostani társadalmi eseményeket, akkor láthatjátok, hogy ugye átalakulóban van a világ ilyen tekintetben is, például a faji, nemzetiségi elnevezések is egyre inkább tabusodnak tulajdonképpen. A nyelvi tabuk gyűjtése is egy igen érdekes feladat, és erre is szeretnélek buzdítani benneteket, hogy próbáljátok meg tudatosan figyelni a nyelvet, a nyelvhasználatotokat, és próbáljátok meg fölismerni benne ezeket a jelenségeket. Köszönöm szépen a figyelmet!